hiányoztak ezek a fajta összejövetelek és programok. Nem csak azért, mert meg lehet úszni egy-egy matek, fizika vagy éppen töri órát. Tudom, hogy van ennek értéke, erre még emlékszem fiatal koromban, hanem azért is, mert jó egymással találkozni, beszélgetni és komoly témákról beszélgetni. Ezekkel a szavakkal nyitotta meg Cserpalkovics András polgármester a Székesfehérvári Diáktanács szakmai napját a Hímerházban. A számos előadást magában foglaló egésznapos előadássorozat 2013 óta számít hagyománynak a diákok körében, ezért is örömteli, hogy a pandémiás időszak miatti 2 éves kihagyást követően ismét meg lehetett rendezni. Azt gondoljuk, hogy diákoknak kell olyan előadásokat is tartani, amiket ők, amit úgymond úgy gondolnak, hogy őket érinti, őket érdekli maga a téma. Ugyanezt történt meg idén is feldobtunk egy ilyen javaslati oldalt, ahol a diákok javasolhattak témaötleteket, és onnan gyűjtöttük össze a talán legérdekesebbeket, amiket így általánosságban az összes diákot érintheti és érdekelheti. Az előadásokon a diákok számos témába nyerhettek betekintést, aktuál politikai kérdésekről, az önkéntességről és a társadalmi felelősségvállalásról, valamint a rendezvényszervezés kulisszatitkairól is szó esett. Az első előadáson Kis Rajmund, a Matthias Corvinus Kollégium diplomáciai műhelyének vezetője beszélt a diplomácia háborúban betöltött szerepéről. Nagyon sok fiatal fogékony a diplomácia iránt. Az elmúlt hetek, hónapok bebizonyították, hogy a diplomáciának mennyire fontos szerepe van a világban. Tudjuk, hogy mi zajlik a szomszédunkban. Erről is kérdezhetnek a diákok, erről is fogunk beszélni. Mészáros Attila alpolgármester szerint a szakmai nap azért is fontos, mert a diákok az előadások jóvoltából érdekes és hiteles információkkal gazdagodhatnak. Tiszül Henrik intézmény vezető úr fog beszámolni, hogy az ide érkező menekültek ellátásában a városnak milyen szerepe van és lesz a jövőben, de nyilván ugyanígy a iskolán belüli kapcsolati rendszerről is lesz majd szó, hiszen nyilván azért a Covid helyzetben a iskolán belüli bántalmazás, erőszak is egy komoly téma lett az elmúlt években. A szakmai napon sor került a jubileumi 10 próbaversenysorozat eredményhirdetésére és díjátadójára is, amelyen a székesfehérvári Táncsics Mihály általános iskola csapata lett az első helyezett.